béremelés az egészségügyben. Februárban 11%-os fizetésemelésre számíthatnak az orvosok. Március 31-ig vehető még igénybe a vissza nem térítendő bölcsődei támogatás. A kormány kisgyermeket nevelő szülők munkába való visszatérésének céljából életre hívott pályázatán legfeljebb havi 40 000 forintos hozzájárulásra nyílik lehetőség. Folytatódott a 17. kerületi ételosztási akció. Ezúttal a 280 adag előre csomagolt készétel átadásában dr. Füzesi Péter alpolgármester és Szabó Tiborné önkormányzati képviselő vett részt. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. A kormány egyik kitűzött célterve, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben is javítsa az egészségügyi dolgozók munkakörülményeit, így folytatódik az ágazatot érintő béremelés. A napokban érkezik az orvosok emelt fizetése, és a házi orvosi szolgáltatók is a béremelés összegével növelt finanszírozást kapják majd. Jelentette be Takács Péter egészségügyi államtitkár. Mindemellett idén júliusban, majd jövő év márciusában újabb ápolói béremelésre számíthatnak az érintettek. Magyarország kormánya 2010 óta több ütemben emelte az orvosok bérét, ez a tendencia pedig tovább folytatódik a napokban. A mostani 11%-os emeléssel egy kezdő orvos bére 687 ezer forintra nő, egy középkorú 20 éves gyakorlattal rendelkező fizetése 1 millió 650 ezer forint lesz, míg egy idősebb, 40 éve pályán lévő orvos alapfizetésként 2 millió 380 ezer forintot kap majd. Ezekben a napokban február elején érkezik az orvosok emelt bére, és a házi orvosi szolgáltatók is a béremelés összegével növelt finanszírozást kapják. A háború és a szankciók okozta nehézségek ellenére a kormány folytatja az egészségügyi dolgozók béremelését, elismerve és megbecsülve munkájukat. Az államtitkár hangsúlyozta, az ápolók béremelése is folytatódik. Az ő bérüket 2010 óta már több mint háromszorosára emelte a kabinet. A kormány arról is döntött, hogy júniusban, majd jövő év márciusában újabb ápolói béremelés következik, ami a rendszerváltás óta a legnagyobb lesz. Március 31-ig igényelhető még a vissza nem térítendő bölcsődei támogatás a kisgyermeket nevelő szülők számára. Olvasható a Magyar Államkincstár közleményében. Magyarország kormánya 2019-ben indította útjára a kezdeményezést, melynek fő célja a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítése. A pályázat indulása óta összességében közel 1,2 milliárd forintot kaptak már erre a célra a családok. A kedvezményre a Magyar Államkincstár hivatalos weboldalán található online felületen keresztül lehet még jelentkezni. 2019-ben indította el a kormány a kisgyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése, valamint a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítése érdekében létrehozott bölcsődei támogatását. A projektre még egészen március 31-ig jelezhetik igényüket az érintettek. Utalt rá dr. Budainé Kovács Zsuzsanna, a Magyar Államkincstár informatikai elnök helyettese. Ennek a projektnek a célja az volt, hogy javítsa a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférést, csökkentse az elhelyezés költségeit, és ezáltal segítse a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését. Ugye itt kiemelendő az, hogy ennek a támogatás megléte, ez fontos azokon a településeken, ahol az önkormányzati bölcsődei ellátás nem elérhető, vagy ahol ezen ellátás iránti igény az meghaladja a rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyeknek a számát. A pályázat több mint 3 évvel ezelőtti indulása óta eddig közel 1,2 milliárd forintot kaptak erre a célra a családok, és több mint 8973 szülő élt ezzel a lehetőséggel. Az elnök helyettes hozzátette, a legfeljebb havi 40 ezer forintos támogatásra azok az édesanyák és édesapák jelentkezhetnek, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és a kedvezmény kérelmezését követően kezdenek el újra dolgozni. Tulajdonképpen ezt a támogatást a projekt keretében azok a szülők vehetik igénybe, akik a gyermekek után családtámogatásban, tehát csetben, gyetben, gyesben, gyetben már részesülnek,
Tehát ez mindig az a vérszerinti szülőkre, nevelő és örökbefogadó szülőkre, és akik 27-esnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és a munkaerőpiaci visszatérésük érdekében a gyermeküket a munkavégzés idejére nem önkormányzati fenntartású bölcsödében, tehát családi, mini vagy munkahelyi bölcsödében szeretnék elhelyezni, illetve napközbeni gyermekfelügyeletet szeretnének igénybe venni. Itt fontos kiemelni azt is, hogy a szülő és a gyermek lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének a támogatás idején azonosnak kell lenni. Jelentkezni a Magyar Államkincstár hivatalos weboldalán elérhető online felületen keresztül lehet, melyhez a szülőknek ügyfélkapus regisztrációval, bankszámlaszámmal, valamint még nem aktív munkaerőpiaci státusszal egyaránt rendelkezniük kell. A kifizetési kérelmeket egészen 2023. június 30-ig lehet benyújtani, a támogatási összeg pedig havonta kerül utalásra a gyermekek óvodai nevelésének megkezdéséig számla ellenében. Hangsúlyozta dr. Budainé Kovács Zsuzsanna. A Magyar Államkincstár honlapján megtalálható azonnak a településeknek a tételes listája, ahol a szakminisztériumok adatbázisai alapján a bölcsődei igény meghaladja a férőhelyek számát. Így amennyiben ezen a településen élő szülők nyújtanak be támogatási kérelmet, úgy nem szükséges csatolni a férőhely hiány miatti elutasító határozatot. Tehát azokban az esetekben, ahol a kincstár honlapján ebben a listában nem található meg a bölcsöde, ott ugye azoknak a szülőknek, akik a kérelmet majd benyújtják, az önkormányzat által feltartott bölcsödében a férőhely hiány miatti elutasító határozatot is szükséges majd csatolni a kérelemhez. Tehát elektronikus úton, Magyar Állam Kincstár online elérhető felületén, és itt ezen a felületen kint van a kitöltési útmutató is. Tehát nem papír alapon várjuk a támogatási kérelmek benyújtását, hanem kizárólag online felületen elektronikus formában. A kormánynak továbbra is kiemelt célja a gyermeket nevelő családok támogatása, ezért számukra változatlanul elérhető a családi adókedvezmény, a CSOK, a Farusi CSOK, a GYED, a Diplomás GYED, a fiatal házasok adókedvezménye és a babaváró támogatás is, valamint új elemként a 2023. január 1-től életbe lépő személyi jövedelemadó mentesség, mely immáron kibővült a 30 év alatti fiatal nőkre is. Folytatódott Budapest leghosszabb ételosztási akciója a 17. kerületben. Február 7-én a rossz anyagi körülmények között élő polgárokat összesen 280 adag előre csomagolt készétellel fogadták a szervezők. A Rákosmente önkormányzatának, a Rákosmenti Adományház Egyesületnek és a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi szervezetének közreműködésével, továbbá helyi civil szerveződések és egyházak részvételével megvalósuló karitatív kezdeményezés keretében az átadás folyamatát ezúttal dr. Füzesi Péter alpolgármester és Szabó Tiborné önkormányzati képviselő a program főkoordinátora segítette. Február 7-én folytatódott az ételosztási akció a 17. kerületben. A hátrányos helyzetű családokat, a fedél nélkülieket, illetve az egyedül élő kis jövedelmű nyugdíjasokat ezúttal is a Városháza melletti területen várták a szervezők. A 280 adag előre csomagolt készétel kiosztásában dr. Füzesi Péter alpolgármester is segítkezett, és mint elmondta, a helyhatóság fontos feladatának tartja, hogy a karitatív kezdeményezést támogassa. A téli időszak alatt egy kicsit nehezebb hozzájutni az élelmiszerhez, hűvösebb idő is van, és nagyon jól esik mindenkinek egy tál meleg étel, és az önkormányzat azt gondolta, hogy különösen fontos az, hogy olyanokról is gondoskodjunk, akiknek nagy szükségük van, és ameddig bárki eljön egy ilyen ételosztással, addig úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak kötelessége, hogy támogassa ezt a kezdeményezést, és nagyon köszönjük a civil szervezeteknek, egyházaknak is, hogy emellé állnak, és hétről hétre biztosítják a forrást az önkormányzat mellett arra, hogy itt meleg ételt oszthassunk. Amint Szabó Tiborné önkormányzati képviselő az ételosztási akció fő koordinátora kitért rá, az érintettek étkezési jegy felmutatásával vehették át az adományt, azonban a menet közben érkezők számára is jutott egy-egy adag étel. Ma is az ételosztás egy összefogás eredménye. Rákosmente önkormányzata, az adományház
és a kerületi valamennyi református gyülekezet segítségével tudtuk az ebédet ma idehozni. 270-280 adag ételt hoztunk, és lencsefőzelék volt virslivel, úgyhogy azok is kaphattak, akik természetesen a jegyesek, és volt nagyon sok étel adag pluszba, amit oda tudtunk most is adni azoknak, akik nem rendelkeztek jeggyel. A Rákosmente önkormányzatának, a Rákosmenti Adományház Egyesületnek, a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi szervezetének, továbbá helyi civil szerveződések és egyházak közreműködésével megvalósuló karitatív kezdeményezés keretében legközelebb február 14-én kedden vehetnek át majd melegételt a rászorulók. A helyenként mínusz 10 Celsius fokot is meghaladó hideg időjárás miatt három régióban lép életbe az úgynevezett vörös kód, ami azt jelenti, hogy valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása. Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára kiemelte, hogy az intézkedés a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon kedden 20 órától szombat reggel 8 óráig, a közép-magyarországi régióban pedig szintén kedden 20 órától csütörtök reggel 8 óráig lesz érvényben. Az államtitkár hozzátette, arra kér mindenkit, hogy aki bajba jutott embert lát, értesítse a hajléktalan ellátók diszpécser szolgálatát. A telefonszámok megtalálhatók a www.kormány.hu weboldalon, illetve a közösségi média kormányzati oldalain egyaránt. Egy közelmúltbeli felmérés szerint az idei télen a külföldre utazók körében a síelés csak a harmadik legnépszerűbb időtöltésnek ígérkezik. Mindenek ellenére újfent egyre gyakrabban kötnek a külhoni utazás előtt biztosítást az érintettek. Mivel széles a kockázatviselési paletta, így érdemes alaposan tájékozódni azok tartalmáról és anyagi vonzatáról. Egyebek mellett ezt tanácsolja Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője mindazoknak, akik útra kelnek. A különböző felmérések szerint a télen utazni szándékozóknak több mint 60%-a köt utasbiztosítást, míg éves átlagban nagyjából csak minden második külföldre látogató él ezzel a lehetőséggel. Azoknak, akik síelni, snowboardozni készülnek, ajánlatos a kifejezetten téli vagy extrém sportokra szabott biztosítási terméket választaniuk. Ezek ugyanis jellemzően fedezik a helikopteres mentést, a baleset miatt fel nem használt napokra a síbérletárát, bizonyos feltételek mellett téríthetik a sífelszerelés ellopását is. Nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy a nyugati sípályák környezetében gyakran magánegészségügyi intézmények működnek, de ezekben a létesítményekben a szolgáltatás nem fedezi a TB ellátással rendelkezők számára ingyenesen kiváltható európai egészségbiztosítási kártya, amely nem téríti az orvosi ellátásért fizetődő önrészt, a podgyászkárt, valamint nincs asszisztencia sem. Így fontos átgondolni, hogy milyen kockázatviselési formát válasszunk mindezek ismeretében. Az utasbiztosítás alapvetően két fajtája létezik, van az útlemondási biztosítás. Ezt elsősorban azoknak ajánljuk, akik repülővel terveznek külföldi utazást. Ez a biztosítás a foglalástól, az út lefoglalásától az utazás megkezdéséig tartó időszakra szól, és hogyha alapvetően a szerződő fél betegség miatt kénytelen lemondani az utazását, akkor a befektetett költségeknek egy jelentős részét vissza tudja szerezni. A másik biztosítás az pedig a maga a klasszikus utasbiztosítás, ami az utazás megkezdésétől a visszaérkezés időpontjáig szól. Ez pedig a szaknyelven úgy hívják, hogy BBP biztosítás, vagyis betegség, baleset és podgyász biztosítás, és a szerződésünk szerinti összeghatárig ezekre az esetekre, ezekre a károkra kiterjed. Mivel jelentős különbségek vannak a különböző utasbiztosítások tartalmában, limitjeiben, illetve abban, hogy melyik biztosító milyen szituációban fizet, érdemes a társaságok bő kínálatából a számunkra leginkább megfelelő termék mellett döntést hozni. Ezekben a BBP kategóriákban szinte legószerűen összeállíthatjuk a biztosításunkat. Mennyi podgyászkárt szeretnénk fedezni, milyen összeghatárig gondolunk arra, hogy egy betegségbiztosítás
egy gondtalan nyaralást biztosít számunkra. Tehát ehhez alakulnak természetesen a díjak is, de nagyjából azt lehet mondani, hogy egy európai egyhetes utazásnál olyan 7000 forintig, egy hétre, ha 7000 forintig költünk rá, akkor biztonságban érezhetjük magunkat minden területen. Lambert Gábor kiemelte, az utasbiztosításunkat mi magunk is megköthetjük egyszerűen, hiszen az interneten megtalálható a teljes piaci kínálat, valamint összehasonlító oldalak is elérhetőek, amik által még könnyebben megtaláljuk a legkedvezőbbet. A szakember hozzátette, olyan kockázatviselési formát érdemes keresni, amelynek a megfelelő összeghatárig van felelősségbiztosítási eleme. Ez azokban az esetekben válhat fontossá, amikor mi okozunk másnak kárt vagy balesetet, hiszen főként a nyugat-európai országokban egyre gyakrabban járnak jogi következménnyel ezek a helyzetek. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Az idejében is folytatódik a Vigyázó Sándor Művelődési Központ szépkorúaknak szóló közismereti előadás sorozata a Nyugdíjas Szabad Egyetem. A program keretében ezúttal Ádám Ferenc történész muzeológus tartott előadást, megmaradhattak volna eltűnt épületek nyomában rákos mentén címmel. Az esemény keretében több olyan építmény került bemutatásra, amelyek korábban a településképet nagyban meghatározták, napjainkra azonban már megsemmisültek, vagy teljesen átalakították őket. Régi épületekkel ismerkedhettek meg mindazok, akik februárban ellátogattak a Vigyázó Sándor Művelődési Központ közismereti előadás sorozatára, a Nyugdíjas Szabad Egyetem elnevezésű programelemre. Ádám Ferenc történész muzeológus, az Erdős René Ház muzeális gyűjtemény és kiállítóterem vezetője olyan régi építményeket mutatott be, melyek korábban jelentősen meghatározták a településképet, azonban napjainkra már lebontották vagy teljesen átépítették őket. A prezentáció anyaga az elmúlt 20 év alatt gyűlt össze, az előadó pedig az épületeket csoportokra osztva, régi fényképek és képeslapok kíséretében tárta a közönség elé a rendezvény keretében. Majdnem mindegyik olyan kiemelkedő épület, bár a végén a faluképre is utalok, próbáltam őket csoportosítani. Először a szakrális épületek szerepelnek, a temetőkről is bemutatok néhány képet. Aztán például a vasútállomások, ugye azok közül is több már nem létezik, de hát voltak is strandok, stb. A Vigyázó Sándor Művelődési Központ a havi rendszerességű programfolyamot 2016-ban indította el. A szervezők célja, hogy az intézményben működő nyelvi és számítógépes klubok mellett kimondottan a szépkorúaknak szóló közismereti előadások segítségével teremtsék meg a lehetőséget az idősebb korosztály számára az élethosszig tartó tanuláshoz. Februárban, márciusban és áprilisban lesz, minden hónap első pénteki délelőttjén tartjuk ezeket az előadásokat. Az előadókat olyan tematika szerint állítjuk össze, hogy ez színesítve legyen. Itt mindig szerepeltetjük a kerület adottságai történelmével kapcsolatos előadást, tehát hogy mindenképpen szóljon a kerületünkről is. Erre nagyon nagy az érdeklődés, mint ezt a mai előadás is bizonyítja. A Nyugdíjas Szabad Egyetem legközelebb márciusban várja majd az érdeklődőket, akkor dr. Györfi Ágnes, pszichológus az időskor pszichológiájáról és a mentális fittség megtartásáról szóló előadását hallgathatják meg a résztvevők. Idén a Csekovszki Árpád Művelődési Házban február 1-én került megrendezésre a Rákosligeti és a Rákoskerti Kertbarát Körök nagy hagyományra visszatekintő Borsó Farsang elnevezésű eseménye. A program keretében elsőként a Forgórózsa Tánc és Énekegyüttes lépett színpadra, majd Lakatos József Péter verses összeállítását hallgathatták meg az érdeklődők, végül pedig a 7-7 zenekar koncertje szórakoztatta a megjelenteket. Mindemellett az eddigi szokásoknak megfelelően Falk László agrármérnök kvízjátékára is sor került a helyszínen. A Gordos Anna által vezetett Forgórózsa Tánc és Énekegyüttes előadásával vette kezdetét a Borsó Farsang elnevezésű esemény, melynek megrendezése több mint két évtizedes hagyomány a Csekovszki Árpád Művelődési Házban.
A helyszínen a Rákosligeti, valamint a Rákoskerti kertbarát körök mellett a 17. kerület határain kívülről érkező szervezetek is képviseltették magukat. Közöttük a budafoki, csepeli és zuglói közösség tagjai, akik szintén meghívást kaptak a programokra. A rendezvényt András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke hívta életre annak idején, aki elmondta azt is, hogy mi az alapvető célkitűzése a találkozónak. Az, hogy a közösségi élet, az, hogy összejöjjünk, érezzük. Tehát ne, a kertbe ott vagyunk és csináljuk mindannyian a kert szeretete, de valahol azt mindig át kell adni. Annak a tudását, de nem csak a tudás jön itt össze, hanem az, hogy az emberi kapcsolatok. És ez egy közösséget épít. Tulajdonképpen ez az alapja az egésznek. Azért is van ez, meg a bőrzét is azért szervezzük, a terménykiállítást is, hogy lássák az emberek, de gyakorlatilag a kertbarátok is ugyanúgy érezzék ezt. Az est házigazdája ezúttal is Huszár Imre volt, aki a feleségével együtt a közelmúltban vette át a Rákosligeti klub vezetését. Huszárné Trencséni Mária kiemelte, hogy közösségük folyamatosan gyarapodik, azonban továbbra is arra bíztatja a kertművelés kedvelőit, hogyha van kedvük, nyugodtan csatlakozzanak. A kertbarát klubokba mindannyian nagyon szeretnénk, hogyha mennél több fiatal jelentkezne már. Valószínű, hogy a kertekben már nagyon sok fiatal kezdte meg a munkálkodást, ráízlett azokra a dolgokra, amik fontosak a kertben, akár a termények, akár a gyümölcsök, akár a szép dísznövények vagy virágok termesztése is fontos nekik. Úgyhogy egy-egy ilyen érdeklődőt nagy szeretettel várunk a Kertbarát klubjainkba. Falk László ezúttal sem hiányozhatott a jelenlévők közül, mivel a Borsó Farsangra immáron 15 éve állít össze szórakoztató kvízjátékokat. A kerületiek által csak Borsó királyként emlegetett agrármérnök újfent számos érdekességet osztott meg interaktív formában. Ezt követően a Firenze Divatház kertészkedéshez is jól passzoló ruhadarabjaiból összeállított bemutatóját láthatták a megjelentek, majd Lakatos Péter József verses műsorra szórakoztatta a közönséget. Az eseményen nem csupán a házi sütemények és italok elfogyasztására adódott alkalom, a jó hangulatról ugyanis a 17. kerületi kötődésű 7-7 zenekar gondoskodott. A rendezvény végezetül az értékes nyereményeket tartalmazó tombolák kisorsolásával zárult. A kertbarátokat legközelebb február 11-én a Vigyázó Sándor Művelődési Központban fogadják a szervezők, ahol a nyitnikék elnevezésű vetőmag és szaporítóanyag bőrze keretében különféle ismeretterjesztő előadásokat is meghallgathatnak az érdeklődők. A Rákosmente televízió krónikáját látták, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a rákosmente.tv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!